Köszöntök mindenkit! Egy nagyon ismert, nagyon népszerű érettségi tételt szeretnék most áttekinteni Móri Zsigmond pályáján. Ez, ahogy szokták tételekben megfogalmazni, Móricz Zsigmond újszerű paraszt ábrázolása. Tehát Móricznak a parasztságról szóló történeteiből válogattam, mert ezek jellemzőek, meghatározóak Móricz pályáján. Ő maga is paraszti ősöktől származott, apai ágon feltörekvő paraszt vállalkozó volt az édesapja Móricz Bálint, aki 1919-ben bekövetkezett haláláig újabb és újabb a tőkét megalapozó kísérleteket indított, de ezekbe mindig belebukott nagyon szerencsétlen módon. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond testvére azt írta Zsigmondról, ő a falun mindig vendég, látogató, figyelő, együttérző, számára a falu olyan nem közvetlen élmény, csak szemlélet és a látogatóban kelő megértés. Sok igazság van ebben, valóban nem személyes tapasztalatok, hanem a megfigyelés, a szemlélet és a megértésnek a szándéka jellemzi Móricznak a paraszt történeteit. A parasztsághoz való kötődése ezáltal inkább egy tudatosan kialakított szerep, ahogy Szilágyi Zsófia írja monográfiájában, és nem egy készen kapott hagyomány. 1903 és 1907 között a Kisfaludi Társaság megbízásából még arra is vállalkozik, hogy Szatmár megyében népköltészeti folklor gyűjtőúton vegyen részt, és ki is adták ezt a gyűjteményét Szatmári népgyűjtés címen. Mivel nem volt igazi falu élménye, ezért a gyűjtőutakon szerzett tapasztalatok és a folklór anyag határozta meg Móricznak a paraszti történeteit, azoknak a világát. 1933-ban, amikor visszaemlékezik a pályakezdésére, a Nyugatban egy nagyon érdekes történettel idézi fel a népköltési gyűjtőnek az egyik esetét. Felolvasom, meglepő visszaemlékezés. A falu gyönyörű volt, a szemem gyönyörködött benne, sík és termőmezők, a nyári sürgésforgás, a dalolós, vidám fiatalság. Magam is fiatal voltam, és elmondhatatlan boldognak éreztem magamat, hogy alkalmam van ezen a boldog és ragyogó világon sétálni. Történt azonban, hogy egy sötét kis parasztházban ültem egy téli napon, fullat volt, bűz volt, sötétség volt, kint a hó csillogott, mint a mese, és bent az emberek éltek, mint görények a vacokban. Egyszer csak kivágódik egy ajtó, beront egy fiatalember késsel a markában, mellen ragad egy vénasszonyt, aki ott ül a kemence mellett, és azt ordítja vad magából kifordult embertelen ordítással. Megöllek, vén dög, nem vagy anyám, megtagadlak, kutya. Mindenki megdermed. A férfi rám néz, az idegen jelenléte megzavarja, elereszti az öregasszony, és kikullog a szobából. Rettenetesen megrázott ez a jelenet. Ez a megrázkodtatás az, ami valóban az olvasót is megkaphatja, a Móricz egyes történeteiben, paraszti történeteiben elmerül és azokat olvassa. Ez az az újszerűség, amire szoktak hivatkozni az elemzők Móricz paraszt történeteiben, hiszen nem az idilli, népszínműves, jókaira emlékeztető árvalányhajas, ihaj-csuhaj paraszt világot mutatja be, ahol mindenki patyolattiszta gatyában jár, hanem egy olyan világot, amiben az emberi kapcsolatok is olyan mély konfliktusokkal terheltek, mint akár a városnak a világában. Nemes Kürti István, aki filmes is volt, azt írja Móricz világáról, hogy a falvak világát, jellegzetes figuráit alsó felvevő állásban mutatja be. Ez az alsó felvevő állás jellemző a történeteire. 1909-ben egy talán legismertebb novellával jelentkezik, ez a Tragédia című írása. Ebben egy napszámosnak, Kis Jánosnak a történetével találkozunk, aki még a neve is erről árulkodik, Kis János, tehát nem egy jelentékeny figura, inkább egy vegetatív lény,
aki az orosz irodalomban talán a felesleges ember típusában jelent meg még a 19. században. Itt Magyarországon az is nagy kérdés a 20. század elején, hogy a romantika irodalmi politikai programja, a népiesség programja után beszélhetünk-e a századfordulótól kezdve egyfajta új népiességről, amiben már a társadalom kritika naturalista ábrázolási eszközökkel együtt erősen jelen van. Kis János története is nagyon naturalisztikusan van megírva. A történet három részre osztható, az aratási nap bemutatásával kezdődik, majd Kis Jánosnak a bemutatásával, akiről ilyen érdekességeket tudunk meg, hogy két szeme volt meg egy orra, és hasonló nagyon jellemző állításokkal írja, rajzolja meg őket, őt Móricz, az ő készülődését rajzolja meg, hiszen Sarudi bejelenti a napszámosoknak, hogy mindenkit meghív a lányának az esküvőjére, és Kis János úgy érzi, eljött az ő ideje, hogy bosszút álljon a világon, elrúgja magától a szegénységet, mint egy rossz edény, és készül, mint egy nagy food challenge-re, hogy majd Sarudit kieszi a vagyonából. A harmadik rész pedig az evésnek a naturalisztikus leírása és a halál rövid leírása. Kis Jánosnak a heroikus vállalkozása roppant együgyű, és nagyon nevetséges célja is van, ezért kérdés nem groteszk története a tragédia. Elbeszélés módjában a tragédia egy nagyon tárgyilagos elbeszélő nézőpontjából van bemutatva, de váltakozik néha ez a tárgyilagos külső nézőpont egy a gyűlölködő, beszűkült tudatú Kis Jánosnak a nézőpontjával. Ahogy ott fal a vendégségben, senki nem vesz róla tudomást, és mikor megakad a torkán a falat, és még visszatudja öklendezni, és megjegyzi azt, hogy dögölj meg kutya, akkor nem is tudja, de saját magára mond ki egy súlyos ítéletet, hiszen másodszor is megpróbálja ezt a cuppákot lenyelni, és akkor már úgy megakad, hogy hiába rohan ki egy fa alá a kertbe, ott megfullad a falattól. Így fejezi be Móricz ezt a történetet. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy az, hogy élt. Ebben a rövid történetben egy kérdés marad, mi a tragédia? Vajon Kis János halála? Vagy az egész élete a tragédia? Vagy esetleg az tragédia, hogy ő ugyanazt az életet élte, mint amit az apjától örökölt, és az ő málészájú fia is, aki ijesztően hasonlít rá, hogy Móricz írja, ugyanígy, ugyanezt az életet fogja leélni? Azt hiszem, hogy mind a három felvetésen érdemes elgondolkodni. Móriczot egész írói pályáján foglalkoztatta az a kérdés, hogy hogyan hathat a kultúra az úgynevezett történelem alatt élők társadalmára, hogyan hat a kultúra a barbárság viszonyai között élő közösségekre, eltörölheti-e a modernitás az ősi hiedelmeket, felemelhetők-e ezek a közösségek a civilizált társadalom szintjeire. Riportjaiban, amelyeket folyamatosan a novellái mellett ír, határozott cselekvésre szólít fel. Azt írja egyik riportjában, a kormányzatnak nem szabad tűrni, hogy senki szigetekkel legyen tele az Alföld. Ezek a senki szigetek azok a közösségek, amik mint a fehér foltok vannak a magyar társadalomban, amiről nem tudnak sem a politika csinálók, úgy tűnik, sem pedig az értelmiségi körök. Azt is megfogalmaz egy riportjában Móricz, hogy a népnek hatalmas ereje van, és ezt a hatalmas erőt a nemzet élet hasznos tényezőjévé kell kiképezni. Ezért szimpatizál Móricz egész életében a népi írókkal is, akik az 1930-as években egy nagyon népszerű szociográfikus könyvsorozatban, a Magyarország felfedezése című sorozatban jelentették meg szociográfiáikat,
falukutató írásaikat. Sárközi György volt a szerkesztője ennek a sorozatnak, és olyan könyvek jelentek meg benne, mint I. és Gyulának a Puszták népe, mint Kovács Imrének a Néma forradalom, Szabó Zoltánnak a Tardi helyzet, vagy másoknak az írásai. Móricz olvasta ezeket a könyveket, sőt 1939-től, amikor átvette a Kelet népe című újságnak a szerkesztését, ezekkel a népi tehetségekkel igyekezett megtölteni az újság hasábjait. Az 1930-as években, a 30-as évek elején ő is újra a paraszti témához fordul, és kiad egy kis karcsú kötetet 9 novellával 1932-ben. Ez a Barbárok címet kapja ez a kötet. Maga a novella, a címadó novella 1931-ben már megjelent a Pesti Naplóban, de 32-ben egy kötetben is szerepel. Ez a téma, ami a Barbárokban megjelenik, ez a magyar irodalomban már rendelkezett néhány előzménnyel. Például egy ilyen rablógyilkosságnak a történetét több novellában is olvashatta már Móricz. Békefi Antal Másli című elbeszélés 1887-ben, vagy Móra István, aki Móra Ferencnek a bátyja volt, Móra István Párbaj című elbeszélése 1895-ben, vagy Tömörkény Istvánnak, kiváló elbeszélőnek, Oda a juhász című elbeszélése 1899-ben lehettek ösztönző példák Móricz előtt, de talán a legösztönzőbb példa egy 1929-es nagy bírósági ügy volt, a Tisza-Zugi arzénes asszonyok, méregkeverő asszonyoknak a pere, amely megdöbbentette az egész ország közvéleményét, és Móricz is figyelemmel kísérte ezeket a tudósításokat ebből a barbár szokás joggal élő falvakból. Móricz tanulmányozta a hajdani betyárvilágnak a történeteit is, sajtótudósításokban, emlékezésekben, és felhívom a figyelmet egy Bajdor Sándor nevű rablógyilkosnak a bandájára, akinek az ügyét 1865 nyarát tárgyalta a magyar sajtó egy bizonyos Bodri Péter juhásznak és fiának a meggyilkolása miatt, akit 120 pirkájáért gyilkoltak meg. Móricz Zsigmondnak tehát megvoltak, meg lehettek az ösztönző példák a barbárok megírására. Ő maga ezt írja az elbeszélésről. Mi az enyém a barbárokban? A közlés művészete. A leleményt készen kaptam összes motivumában, az egész mesét, a belső fordulatait, és bizonyára azt is mind nekem tulajdonítják. Kosztolányi Dezsőnek is nagyon tetszett a barbárok, azt írta kritikájában, minden szó ott áll, keményen, ahová éppen való. Ehhez kapcsolódik, hogy Bánki Éva, egyik elemzője a történetnek, azt írta, hogy a krimi lehetősége is ott volt Móricznak ebben a minimalista, naturalista próza stílusában, amely a maga elliptikusságával, tehát hiányos, kiagyásos mondatszerkesztésével és drámai sűrítéseivel emlékeztette a kemény krimiknek a nyelvezetére. Erre hadd olvassak fel egy példát a juhászok beszélgetéséből. Hallod? No, van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly bucsukor, ki van verve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem? Hát csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek. Hát. Evvel újra tovább ültek. Ezután megtörténik a kettős gyilkosság. Ez az első résznek a tartalma. Majd a második részben a feleség fogja keresni a férjét és kisfiát a pusztán. A második rész ez majdnem egy év történetét foglalja magába. A feleség lesz a történetnek igazi hőse, a kereső hős, ahogy Szilágyi Zsófia jellemzi, és a történetet itt egy mesei elbeszélésmód jellemzi, hiszen így ír Móricz. Az asszony pedig ment, elment,
elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is átalment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék, kis hallgatag embert a 300 juhával. De nem találja meg a férjét, míg nem aztán a rézzel kivert szíj lesz majd az a momentum, és hát az agyonvert kutyáknak a egyik kis utód, amelyik megtalálja majd a pusztán az elkapart testeket. A rézzel kivert szíjnak nagyon fontos jelentősége van, amiről beszélgettek a juhászok a történet elején. Az első részben csak arra szolgál, hogy elvonja Bodri juhász figyelmét a gyilkosságra készülő veres juhász szándékáról. Ezzel akarja kijátszani a gyilkos, az áldozat éberségét. A második részben ez a rézzel kivert szíj lesz az azonosító eszköz, hiszen ezzel húzták be a férfit és kisfiát a sírba. A kérdés pedig az, hogy a harmadik részben, a befejező részben ez a rézzel kivert szíj milyen szerepet játszik? Lehet-e ez a szíj a bizonyításnak az eszköze? Felolvasom ezt a drámai részletet, és utána visszatérnék még erre a kérdésre. A juhász megfordult, s elindult nagy kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett. Nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, rézzel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parázs szemmel, csak úgy égett a szeme. Mink költük meg Bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Evvel meghajtotta a fejét. A bíró utána nézett, s eltűnődött. Barbárok. Ez a címe a történetnek, és ez az utolsó szó is, ami a vizsgáló bíró szájából elhangzik. Vajon miért? A szín nem bizonyíték. A szín ennél valami sokkal fontosabb szerepet játszik, amit csak az a vizsgáló bíró ismerhet, aki a pusztai ridegpásztoroknak a világában, gondolkodásában ismerős. Bizonyítékul hadd olvassam fel a Fővárosi Lapok 1872-es tudósításából, annak a bizonyos Bajdor bandának az esetéről a következő. A vizsgálóbíró tudta, hogy Bajdor babonás. Egy este maga elé vezettet és így szólott hozzá. Bajdor János, maga miatt már hosszabb idő óta nem alhatom. Bodri Péter lelke, kit megöltek, minden éjjel fölkeres, és azzal fenyeget, hogy nem hagy nyugodni, míg magának a nyakára nem akasztom azt a kötelet, melyel megfojtották. Ezzel egy kötelet vetett Bajdor nyakába, s visszavitette börtönébe. A bíró eljárása oly hatással volt Bajdorra, hogy egy éjjel, midőn az óra éjfélt ütött, félelmes kiáltással rohant börtönének ajtajához, bevallotta bűneit, s kijelölte a helyet, ahol Bodri Péternek s 14 éves fiának holttestét elásta. Tehát a színnak a kilincsre akasztása a Móricz történetében a babonának az erejét használja, arra, hogy veres juhászt is a bűne bevallására késztesse. Hogy mi lehet az a animális félelem, ami veres juhászban működik, hiszen lelke már szinte nincs is, olyan sok gyilkosság szárad rajta, de mégis a szíj látványa összekötődik a gyilkossággal, a kiontott vérrel, azzal, amely megbosszulatlan még, és valószínű lehet, hogy ezek a babonás emberek, ez csak feltételezésem, attól tartanak, hogyha elintézetlenül kerülnek át a túlvilágra, ebben, például ebben az ügyben veres juhász, a túlvilágon a meggyilkolt ember bosszút fog állni
rajta. Ez csak feltételezés, de minden esetre nagyon hatásos a történet befejezése. Ugyanebben a Barbárok című kötetben még hadd idézzek egyetlen elbeszélést a kilenc közül, ez is ismert, a Kondás legszennyesebb inge, ez is 32-ben jelent meg a kötetben. Ez nagyon jól szimbolizálja azt, ez a történet, hogy Móriczot mennyire foglalkoztatta a kultúrák találkozása, amiről korábban is beszéltem. A nagyságos asszony és a zsellér asszony között kirobban egy konfliktus, ami két világképnek a konfliktusa is. Mindketten máshogy fogalmazzák meg a diagnózisát annak a szegény kisgyereknek. Ugyanarról szól a történet, hogy a zsellér asszony munkaközben beássa a földbe a picit, hogy ne kószáljon el, és a pici felfázik. És a nagyságos asszony, aki szembesül ezzel a történettel, agyhártyagyulladásnak diagnosztizálja az esetet, a zsellér asszony pedig rontásnak. A terápia, amit mind a ketten alkalmaznak, annak is különböző. A nagyságos asszony paplant, párnát hozat, hogy arra fektessék rá a picit a zsellér lakásban. Az anyja pedig a picinek a földre, a kondás legszennyesebb ingére fekteti a picit, mert azt mondta a javas asszony, hogy így lehet a rontásról levenni. A nagyságos asszony érvényesíti akaratát, és a kicsit fölveszik a földről, és az ágyba fekteti, majd néhány órával később meghal. És ebből aztán egy nagyon súlyos veszekedés alakul ki a két anya között, a nagyságos asszony és a zsellér asszony között. Kérdés ebben a történetben is az, hogy hogyan hathat a kultúra a barbár ősi hiedelmek világában, felemelhető-e a kultúra által egy történelem alatt élő közösség, és ami ebben a konkrét történetben fontos, beavatkozhat-e valaki egy másik embernek, egy másik családnak az életébe? És mi a megoldás arra, hogy a gyerekek, a szegényeknek a gyerekei ne kerülhessenek ilyen kiszolgáltatott helyzetbe? Különös érdekes elem, hogy a nagyságos asszony nem orvost hivat a picihez, hanem csak az arról rendelkezik, hogy milyen ágyba kell fektetni a kis beteget. És az utolsó mondata ennek az elbeszélésnek is felfogható egy kicsit az elbeszélő értékelésének is. Azt írja, hogy a pici ott feküdt holtan kultúrák keresztútján, mint áldozat, és ez a két kultúra, az ősi, szegény, barbár hiedelmekben hívő zsellérasszony és a felvilágosult nagyságos asszony világa nem összeegyeztethető. Mi a megoldás ezekre a kérdésekre? Ma is keresi a szociálpolitika szakértő és a politikusok is, de nagyon fontos, hogy mindannyiunknak fontos lehetőségeink szerint tenni azért, hogy a kiszolgáltatottak, a nélkülözők előtt megnyissuk a szívünket, és szolgáljuk ezt az ügyet a magunk képessége szerint mi is. Köszönöm szépen a figyelmet!